Üdvözlöm a kedves nézőket! Mai játékunk a Zombie Town című játék. Ezt PS4 konzolon fogjuk nyomni. First Review, az az első nézet részemről, és azúton is köszönöm a kulcsot a Case Miller-en. Úgyhogy nézzük meg, hogy milyen. A játék megjelent Steamre, PC-re, illetve Nintendo Switchre is, így utóbbi miatt reménykedem abba, hogy az optimalizáció konzolon jó lesz, mert még mindig a dominózus két eset, ami nagyon meglátszik. Az egyik a Minecraft Dungeon Switchen, hogy akad, a másik meg az Xbox One-on, ugyebár az a újabb Minecraft RTS-szerű rész, úgyhogy ezek, amik részemről negatívak ott. Tehát nem is tudom még mi volt, ami PC-n smooth volt, konzolon meg laggolt a Succubus with Gun-on kívül, de utóbbi egy paródia játék, szóval azt is majd be kéne valamikor fejeznünk, úgyhogy, de lehet, hogy az PC-n fog megtörténni, és a Steam-en ingyenes például már, úgyhogy de sok beszélnek sok az alja, vágjunk is bele. Go! Úgy látom, nincs nagyon túl tolva, innen kezdünk. Játékmódok, fuss az életedért, védd meg az utcát, gyűjtsd be a érmeket, maradj életbe, öld meg a zombi boss-t. Ugyebár itt egy egér, ott látjuk a színeket, és akkor küldi a térsek, csak így beledob minket a közepébe. Nézzük, milyen beállítások vannak, semmilyen. Akkor csak rossz helyre akartam kattintani, így is jó. Ja, van zene vagy nyelvválasztás, illetve segítség. Tap button for correspond section, each mission types a different way to successfully complete. Spend coins to unlock and upgrade hero, weapon to refill use ammo. There only 5 missions available at one time. Szóval ugyebár a gombokat meg kell nyomkodni. Ugyebár akkor mindegyik misszió típus különbözik, ugyebár különböző úton tudod elérni a sikeres teljesítést hozzá, akkor költsél coinokat, hogy kinyiss és fejlesz hősöket, fegyvereket és újra tölt a használt, általad használt amókat. Jelenleg csak 5 elérhető küldetésünk van. Oké. Ezért így beragadtunk ebbe, ezzel bemagadat. Ballem. Igen, ez egy kicsit nagyon PC-re hajadad az irányítás, hogy minden áron egér. Itt nincsenek túlélő veszély, rengeteg zombi, solid bridge, beton híd, ne tudja, ott van egy X, első izé, védd meg az utcát, fuss az életedért, boss, maradj életbe, hát akkor, ha úgy vesszük, hogy mondjuk ázsiai irányból, hogy hogy kéne játszani, akkor jobbról balra. Vagy föl van dobva, hogy itt van 5 fajta misszió, és az alapján mindegyikből majd lesz egy másik, de a küldiket meg kell hozzá csinálni. Szóval akkor első Run for Life. Fuss az életedért. Pont középen is van, hogyha a gémódokat nézzük föntről lefele. Oké, Hunt down zombies. Fuss az életed, első küldik, könnyű. Nem ér is, ne. Remélem lesz hang meg minden, mert nekem van. Jobb analóg is irányít, bal is. Oké. X a fegyver, kör a váltás, és már el is ment, úgyhogy tudja a fene. Oké, még több élet. Meg még több élet, meg ammo box. Oké. Hát... van egy hatótávja a fegyvernek, még ha át is tudunk lőni vele dolgokat.
Nincs lőszerem. Oké. Money. Hú, zombit kéne megölni. Oké. Elém ne spawnoljanak, akkor nincsen baj. Volt egy kis lagunk. Igen, a lövés egy kicsit lassú. Már fenn a élet. Az ott még piros. Ő a Jacko zombi. Jó, gyertek ide le. Akadozunk. Hát, ettől tartottam. Egyebár... az ilyen laggok. Hát annyira bosszantó, mikor valami ennyire baszva optimalizálás terén, és senki nem mondja nekem, hogyha egy platformra megjelenik, lásd PS4, akkor Full HD felbontású konzolon képtelen futni normálisan a játék, mert mondjuk csak PS4 Pro-ra jó. Úgy, mint hogy a Xbox-nál kiadták a simákra, hiába van belőle van meg X-széria, meg S, ugyebár a Series osztály visszafele már nem kompatibilis, ezért van olyan játékom, mint például a Werewolf-os játék, a Gaia harcosa, hogy csak Series X-en fut. Akciós volt a lemez, benéztem, csak azon fut. Azaz a sima konzol közül, hogy nem konzoljáték. De ez konkrétan PS4-es platformra kiadott játék. Annál nincs ilyen megkötés, hogy valami csak a Pro-n fut, vagy nem. És ezek a laggok, hiába van SSD a konzolba, konkrétan ennyit érnek. A zene folyamatos, de ez egy egyszerű, úgymond 2D játék, 2,5D. Mi a krumpli tud benne akarni? Hát 1 giga az egész játék. Na mindegy. Elnyomni se lehet, mert megint ez a hülye egerelés van. Ez egy hatalmas csalódás ilyen téren. Lehet, hogy PC-n baromi jó. Én is kötött típusból át is váltottunk kettesre. Nézzük, mi az equip. Oké. Mennyi pénzünk van? 700, bal fönt jelzi. Ő a dealer, ezzel tudunk menni. Van a policeman, hogy 3000-et tudnánk megvenni, van a sheriff, őt már 5000-ért, a szamurájt 7000-ért, az agentet, ugyebár az ügynököt 11000-ért, úgyhogy őt meg upgrade-elni tudjuk, sárgával világít azok, amiket tudunk upgrade-elni, mint például ez, meg ez. Hát nem tudom, hogy mire érném meg elkölteni, el elvinni az összeset. A speed és az attack speed semmi, viponcokból valami, kis pisztolyunk van. Miért vegyek 4 amót 200-ért, miközben egy töltény hiányzik belőle? Hát fejlesztem inkább a karakterünket, annak több értelmét látom. Így. Oké, ez volt a Run for Life. Fasz, annyira nem hatott meg, hogy belejle bemászik a kamera elé. Collect coins. Hát, gyűjtsünk coinokat. Meg a töltésidő sem olyan sok, úgyhogy háromszöggel dobnák a gránátot. Abból mennyi van? Ennyi a torkol, fire in the hole. Oké. Na, és egy idő után eltűnik. Mekkora egy tirpillant. Oké. De oda lőjé már.
évszettek. Lehet négy zombi gyilkolás, 50 coin level, failed. Oké. Okay. Jó. Szóval akkor próbáljuk újra. De legalább meg lett egy arkív, mentünk, hogy dobtunk egy gránátot. Igen. Megint eldobtam a gránátot fölöslegesen, és idő még újra tölt. Oké. Pusztulj már meg, hát mennyi kell beléd. Oké, egy kicsit tudunk kardozni is. Kiadjál HP-t, úgy. Mi nem tudunk, ami szomorú. Gyerünk, futási. Több zombányt esetleg egy gránáttal. Nem, mert gránátunk még mindig nincs. És lőszerünk sincs. Gyerünk. Szép libasorba gyertek, ne akadozzá. Oké. Ne. Majdnem. Úgy, rengeteg lőszer. Bum. Akadozunk, hát már megint. Majdnem. Ott volt lent a lélet, de nem tudtam felvenni, megint fajled. El kell érni azt a számot, ami nem lett meg. Hű. Jó, ránézzük meg a többi szintre, hogy mi mit akar. Védjük meg az utcát. Defend barricade from begin destroyer. Védd meg a barikádot az elpusztítás ellen. Oké. Okay. Hát az nagyon jó. Ugye 20 zombit kéne megölnünk. El se lövök, addig hallod. És miért kint spavnolnak a dolgok? Azt hogy veszem föl? Bum. Na, most már ki is tudunk menni. Igen, és megakadunk, meghagyunk. Ez konkrétan no damage, nem kaptunk sebzést, úgy sikerült elérni a pályát. Ez állt be az állapotába egy hányadék. Nem szeretek kritizálni játékot, nem szeretek úgymond szarjátékokkal játszani, de ez konkrétan ebbe a formában annyira elbassza az élvezet faktort, hogy valami akad, mint a konzolon, elhogy az no. És nem azért, mert hú, olyan nagyon be kell tölteni, nincs mit betölteni, egy 1 gigás programról beszélgetünk. Egy Blu-ray 50 giga. Akkor nehogy már egy kibaszott el a játék, nem fér el egy a konzol memóriáján, érted? Maradj életbe. Ideig túl kell érni, ér túl, amíg az időzítő lejár.
közt 1 perc. És miért vetted fel a lőszert, hogy egyet elhasználj belőle? Render bácsi, ne bántson! Hajd már meg! Lőszer. Nem kaptok Brain-t. A Dealer King Brain-telen. Meg is lett. És közben nem nyomok semmit. De halljátok a háttérbe, hogy konkrétan sétál még a karakterem. Hát az a hanganimáció lejátszva maradt, mert elveszed irányítást, elé dobja a feliratot, és beakad a háttérbe. Ez nagyon igénytelenül van összerakva. Jó lenne a koncepció, de ez nagyon igénytelen így. Úgyhogy jó, ingyen volt, ne panaszkodjak, de panaszkodok, mert van, aki elért pénzt ad. Szóval miért? Jó, az aranyeső az nem sikerült, a lila megvan, ez megvan, ez megvan, akkor még a boss fight van hátra. Ez egy baromi rövid adás lesz, ezt már most látom, 16 percnél járunk, de nem tudom, akinek van rá idegzete és szanaszél akadozó játékot képes játszani, hajrá! Ilyenkor nem akar, csak néha meglaggolja magát, és már az idegesítő. Az is, hogy nyomva tartom a ravaszt, és nem lő folyamatosan. Oké, van hitelünk, aláírom. De ahhoz, hogy elkezdjek sorozni is nagy erő kell, mert rohadtul nem azt csinálja, amit kell. Ez meg, hogy a képernyőn alig van ája benne. Bácsár, menj a francba! Úgy lőjé. Esélyem nincs elmozdulni, mert mire kiéri, addigra föl kell a nap. Nem, gyere ide, haver! Nem? Gurul, forog, pörög. Néha nincs lőszerem, szóljál, hát én kérek elnézést. Ezt legalább föl tudom robbantani. Megöltem magam inkább. Hallod, úgy öld meg a boss-t, hogy közben nincs lőszered, azt most hirtelen megint ott van, hogy 10 van. Melyik bolygón álmodták meg? Na nézzük, ugyebár ebből indulok ki, ott van a Need for Speed 2016. Részemről baromira utálom azt a játékot, mert Need for Speed szériához hűen egy kalap kabát. Szóval, és akkor nem káromkodtam nagyon, még ha értelmetlen is. De ahogy elkezdett benne előre haladni, ott a végén az utolsó 10 percben már hú de élveztem, hogy van upgrade a kocsin és kicsit jobb, de addig is éreztem, hogy baromira erőltetett a játék eleje. Öcsém közben imádja, úgy tolta végig PC-n is, meg konzolon is, mintha muszáj volna. Úgyhogy... mindenkinek más az ízlésre, ezt aláírom, de ez így konkrétan ebben a formában egy póni. 2000-en van. Erre a kettőre már elmenne az egész.
maradt 160, ami semmire nem elég. Igen, ilyenkor jön a farmoljál, még úgyse csináltuk meg ezt a küldit. Hurrá, hát ha ezen múlik. Tegy össze 500 manit. Köszi. Megint nem lesz lőszerem, csak szólok. Pusztulj már meg! Törztedet kérem. Cselzombány, te miért vagy gyorsabb, mint a többi? Miért nézel ki így, mint egy Terminátor? Ő sokan vagytok. Megint nincs lőszerem. De van gránátom. Még el is megharap. Bum! És akadozunk. Hallott, felvettem 5 dolgot és szétakadt a játék. Hát mi van veled így egy hatban? Pusztulj már meg! Nagyon úgy látszik, mintha valakinek az első munkája lenne Unity-ba vagy valahol, és csak azért van kiadva. Pusztulj már bele, hát! Mármint ne én, ő. Hogy arra tovább nem tudunk menni, oké. Kéne először. Remélem a másik irányba van. Persze megáll szépen, és még elkezd kamehámézni. És akadunk már megint. És nincs meg. Pont nincs meg az az összeg, ami kell. Oké. Pusztuljatok. És akadunk már megint. Konkrétan a játék küld az életéért. Ott is van. Azt még mind felvettem volna, de nem 500 kész vége. Nagyon siralmas. Talán így van értelme, hogy a karakter szét upgrade-elem. Weaponból bármi upgrade. Nincs, amúgy tudnák venni. Ő hozzá mi kell amúgy? 3000 pénz a soti, és gondolom rohadt lassú lenne. Assault rifle, semi-auto rifle, az elény szuronja, és a tipikus machine gun. Jó. Akkor ezek így megvannak. Akkor rápróbálunk még egyszer a bossra. Teljesíts vagy tisztítsd ki a pályát, úgyhogy a bosst megölöd, hát. Nem tudom. Akkor ahhoz mindenkit is meg kell ölni. Vagy. Vagy mi kell hozzá? Tehát kitek minden esetre vannak. Úgy látom a közelharci fegyver is ér valami. Hát csak az a baj, hogy hiába ölöm őket, ha a ilyen kurva sok lőszert adod, de ja, te vagy a boss, várjál! A varodat azt hittem kinyírod. Nem? Oké. Okay.
Pusztulj. Oké, lehet, hogy most meg lesz. Á, hallod, háttal ugrasz rám, gondolkozzunk már, hát. Pusztulj meg! Igen. Csak majd szétakadott, meg nem mozdult sem erre a karakter. De elvégben megvan. Meghalt. Még az animációja nem volt ugye felborul, de az mindegy. Az nem kell ide. Úgyhogy... Ja. Oké. Okay. És max levelre fel van húzva a karakterünk, a dealer most ő a legjampecebb jampec a kerületbe. Még egy kis élet. És így neki lehetne vágni a kettes missziósornak. De amondó vagyok, hogy ez több mint elég volt ebből a játékból sajnos. Úgyhogy... Írjátok meg kommentbe, hogy nektek tetszik-e, valamelyik platformon toljátok-e, és nagyon elképzelem azt is egyébként, hogy amilyen itt PS4-en, ahhoz képest PC-n mondjuk jó, illetve talán Switch-en is optimalizáltam, mert a Switch-nek töredéke a hardware-e a PS4-hez képest, és mégse laggol valószínűleg. Úgyhogy... Én nem szeretem ezt, amikor ennyire nem tudnak optimalizálni, mert valami kód beakad és nem megy, és valószínűleg PC-n sincs meg gépigénye, ezt nem. Tudom, könnyű mondani, csinálj jobbat, ha nem tetszik, de hát ez nem így működik. Régen miért tudtak optimalizálni? Érted? Vagy a gigahertz alatti időkről beszélek, nem mint most, hogy 500 ezer mag, meg 300 ezer gigahertz is kevés. Értitek a túlzás, de akkor is. Úgyhogy részemről nagyon szépen köszönöm a játékot még egyszer, hogy megkaptam. Lehet, hogy elő fogom még venni, nem biztos. Írjátok meg kommentbe, ti látnátok-e szívesebből a folytatást, laptól függetlenül, mert annak nem kell, hogy ezentúl érdekeljem, mert úgy gondolom, hogy egyszer kipanaszkodni magad elég belőle. A Minecraft Dungeon-t is szeretem Nintendo Switch-en magam nyomatni, de nagy képernyőn már játszhatatlannak tartom, mikor dokkolva van a konzol, és mennénk, mert akár adásba, akár külön multiba, mert az akadások miatt sokszor meghalsz, még PC-n azért látszik a 60 FPS smooth, úgyhogy lehet, hogy ezt is PC-n kéne tolnom, nem tudom, lehet beszélek a fejlesztővel, ha az is begyűjthető, rápróbálok, lehet, hogy nem. Mindenesetre ez a konzolport szerintem egy, ezen van még mit dolgozni, és akkor finoman fogalmaztam, így optimizálás terén ajánlott. Úgyhogy ha nektek tetszett, akkor köszönöm. Ha nektek tetszik ez a játék, akkor egészségetekre hajrá, gondolom van sokan, akik végigvitték. Látszik benne a munka, megvan benne a koncepció, egyszerű illi, de ez egy olcsó mobil játéknak megy el egyébként. Bárhonnan is nézem, az is lehet, hogy ott is van. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!